Napokon belül megkezdődhet a nagyvárad főterén álló Vitéz Mihály lovas szobor cseréje, de ezúttal sem a városalapító Szent Lászlót megjelenítő alkotás kerül a városközpontba, Első Ferdinánd román királynak állítanak emléket. Vitéz Mihály lovas szobra 1994 óta díszíti Nagyvárad, egykor Szent Lászlóról elnevezett főterét. A város vezetősége nemrégiben úgy döntött, hogy lecseréli a havasalföldi vajda szobrát, és helyét Első Ferdinánd román király szobra veszi majd át, akinek 1924 és 1940 között már állt itt egy lovas szobra. A helyi RMDSZ vezetői az elmúlt években többször is javaslatot tettek arra, hogy a város szellemisége és múltjára való tekintettel Szent László király szobra álljon a főtéren, de azt a várba száműzik. Alapvetően optimista vagyok. Nyilván azt szerettük volna, ha itt a Nagyvárad múltjához kapcsoló Szent László lovasszobor ide kerül, vagy Nagyvárad történelmi személyiségei közül akár több is, akár egyházi, akár politikai, akár más közéleti. Lesz erre még alkalom. Tehát az elmúlt 100 évben annyiszor újra rendezték ezt a teret, hogy lesz még alkalom arra, hogy ezeknek az eszmék mentén én úgy gondoljam újra rendeljük, és még a mi időnkben lesz erre. Ferdinánd király szobrát a tervek szerint május 23-án az uralkodó nagyváradi látogatásának évfordulóján avatják majd fel.